Hobbi helikopter modelleket mutattak be Pásztoriban. Tóth Tamás, a Pásztori Helikopterklub tagja elmondta, harmadik alkalommal gyűltek össze a modellezés iránt érdeklődők a településen. Mikor alapítottad ezt a klubot? 2014-ben alapítottuk ezt a klubot, mikor az egyik modellezőtárs úgy gondolta, hogy eladja ezt a területet, és utána meg tudtuk építeni ezt a fantasztikus pályát. Ez a harmadik találkozó itt Pásztoriban, ami modellhelikopteres, de igazából ezen a pályán ez most még csak a második. Hát elég sokan el szoknak jönni az ország minden tájáról. Tavaly például külföldről is jöttek, Svájcból, osztrákoktól, németektől. Az egyik tag például ő Szlovákiából jön. Hány taggal alapítottátok ezt a klubot, és most jelenleg hány tag van? Hárman alapítottuk ezt a klubot, most már hatan vagyunk. Sajnos az egyik modellező az itt hagyta ezt a gyönyörű helikopter modellezést. Ő átért az igazi egy-egyes repülőzésre. Így alapszik szépen a klub. Már még csak 2 éve vagyunk, de szépen terjed a híre Magyarországon. És te magad mikor kezdted a modellezést, és helikopterrel, vagy esetleg mással? Én repülőmodellezéssel kezdtem már 10 éven. Akkor még pápa mellett tanultunk meg repülőmodellezni, mert még csak ott volt rá lehetőség. Az pár éve rá jött ez a lehetőség, hogy itt alapítottak egy klubot, egy repülőmodellező klubot, és ott kezdtünk továbbra repülőmodellezni. Azt átértem a helikoptermodellezés, mert kisgyerekkori álmom a helikoptermodellezés. És mennyire bonyolult vezetni egy ilyen helikopter? Ezeket a helikoptereket éppen van bonyolult vezetni, mint egy igazit, sőt még bonyolultabb, mivel az igazi helikopterben a pilóta benne ül és érzi, hogy merre mozdul el a gép itt, meg csak látja az ember. És hát ugyanúgy minden irányba el lehet mozdítani a gépeket. 8 irányba tud elmozdulni a helikopter, de hát bonyolult irányítani. És milyen engedélyek kellenek, vagy milyen papírok kellenek ahhoz, hogy valaki modellhelikopter vezess? Pontosan engedélyek nem kellnek, nem írnak elő ilyen szabályok. De jó, ha van az embernek biztosítása a modellezés mellett, mert nagyon balesetveszélyes, így hát kárt okozhat emberbe, vagy akármilyen tárgyba. Akkor nem tartozik a drónokhoz, mert ugye a drónoknak valami repülési engedély kell? A drónokhoz kell repülési engedély, mert automatán repülő gépezetekről beszélünk. Itt nem pilóta vezeti a gépet, saját maga repül beállított programok alapján, így hát nagyon balesetveszélyes, főleg ha megáll motorja, nem repülőképes gépezetről beszélünk, csak egy tárgyról, amin vannak motorok, és az fel tud repülni. De amúgy nem tud repülni, ha megállnak azok az elektromos motorok. És hogyha valaki csatlakozni szeretne esetleg a klubhoz, azt hol teheti meg? Ha valaki szeretne csatlakozni a klubhoz, az elérhet engemet is. Van fönn Magyarországon egy nagy fórum, LC Modell Fórum, ott megtalálhat engem, vagy van egy blogunk is, ahol megtalál Pásztori Modell Helikopter Klub néven fenn vagyunk. És ott van egy telefonszám elérhetőség, az én e-mail címem, és akárki szólhat és kijöhet. És akkor megnézheti, miről van szó, akár kezdő, akár még fiatal, 15 évesek, nyugodtan csak szóljanak, és akkor kijöhetnek, és mi segítünk ebben a modellezés elindításában. Gici Tamás elmondta, hogyan működnek a helikopter modellek. Mióta vagy tagja a Pásztori Modell Helikopterek Klubnak? Magának a klubnak körülbelül 1 éve lehetek a tagja, tavaly csatlakoztam hozzájuk. És mióta modellezel? Modellezést azt 3 éve kezdtem el körülbelül, egy ilyen apró pici teszkós helikopter, aztán megragadott, és akkor szépen mentünk följebb a létrán, és végül eljutottunk az egész nagyokig. És egy ilyen helikopternek gondolom precíziós beállításai vannak, azokat hol tudjátok elvégezni? Helikopteren, ami végül is a lényeg, van egy motorunk, ez egy elektromos motor, ez egy 5,5 kW-os villamos motor, 50 volt feszültségről megy, és csúcs áramfogyasztás az ilyen 200 amper körül van, ezért kellenek ezek a nagyon vastag vezetékeink. Magát a vezérlést pedig az imbolygótárcsán keresztül kapja a helikopter, amit a rádiónkon tudunk vezérelni. Van nekünk egy kollektív állásszög, látszik, azért hívják ezt kollektívnak, mert így az egész imbolygótárcsa egy szintben egyszerre mozog. Itt van egy ciklikus vezérlésünk, és ha ezt mozgatjuk, akkor látható, hogy az imbolygótárcsa szépen követi a bot mozgását, lényegében imbolyog, innen is a neve.
Ezzel a karral, a kollektív karral tudjuk szabályozni, hogy mekkorát emelkedjen a helikopter, mekkora legyen a lapátok állásszöge. Ha föltoljuk, akkor a gép megindul fölfele. Ha lefele, akkor pedig nyilván ugye lefele fog menni. Ezzel a karral, ha előre toljuk, akkor az imbolygó tárcsa is előre dől, a gép pedig megindul előre, szintén így a hátra, jobbra-balra. A tengely körüli forgását pedig a kollektív karnak az oldalirányú mozgásával tudjuk szabályozni, ez pedig a hátulátható farokrotor állásszögét változtatja menet közben. A helikopteren van egy giroszkópunk. A giroszkóp feladata az, hogy menet közben figyeli a gépnek a levegőben a helyzetét, minden irányban érzékeli a mozgást, és hogyha valamerre dől a gép, akkor azt nekünk stabilizálja. Ez lényegében a régi flybar rendszerű helikoptereken a flybart helyettesíti, ezért hívják virtuális flybarnak. Plusz másik funkciója, hogy figyeli a gép ilyen irányú mozgását, és hogyha ez a levegőben meg akar változni, akkor ő úgy állítja a farokrotor állásszögét ezen a szervon keresztül, mint ha mozgatok, akkor látszik is, hogy mozgatja, hogy a gép stabilan egy irányban maradjon. Ezt hívjuk heading hold módnak, vagyis iránytartó módnak, és a gép ebből az irányból csak akkor fog kimozdulni, ha mi a bottal parancsot adunk rá, és akkor elmozdul abba az irányba, ott pedig tartani fogja tovább a helyzetét. És mennyire egyszerű beszerezni hozzá az alkatrészeket, vagy egyáltalán hol tudjátok beszerezni? Az alkatrész beszerzés az azért érdekes kérdés, mert vannak modellboltok Pesten, főleg, de igazából helikopterekhez, vagyis ilyen kategóriájú gépekhez egyszerűen nem tartanak alkatrészt. Valószínűleg egyszerűen azért, mert kicsi hozzá itt van a piac, plusz hogyha ők be is szerzik, hasznot tesznek rá, illetve áfát tesznek rá, stb., akkor sokkal drágábban jövünk ki az árat illetőleg, mint hogyha megrendelnénk külföldön, akár külföldi modellboltból, vagy gyártótól, vagy bárhonnan máshonnan. Szóval lényegében a beszerzés az külföldet jelent. Akkor esetek túlnyomó többségében magától a gyártótól tudjátok beszerezni? A gyártótól ritka esetekben, mert a gyártók azok általában kínaiak vagy tajvani székhelyűek, és onnan, hogyha rendelünk valamit, akkor ugye vám, áfa, 3 hetes szállítás, ilyesmi. Egyszerűbb azt az utat járni, hogy valami angol, német, svájci, ilyesmi modellboltot megkeresni. Őnekik van megfelelő keretük arra, hogy egyszerűen több típushoz rengeteg alkatrészt tudjanak tartani folyamatosan a raktáron. Ha kell valami, megrendeljük, és Európán belül vagyunk, ugye 3-4 nap a szállításokkal simán itt van. És hogyha netán valaki el szeretné kezdeni itt a modellezést, akkor annak mit tudsz ajánlani? Hol nézzen körül, mivel kezdjen? Legegyszerűbb a kicsi játékboltban is kapható coax helikoptereket megvenni, amelyek ugye 2 rotorja van fölül. Azzal nem lehet ilyen manővereket csinálni, mint amiket mi szoktunk csinálni. Fizikailag képtelenek rá, viszont egyszerűen abból adódóan, hogy dupla rotorjuk van fönt, sokkal-sokkal stabilabbak. Tehát gyakorolni nagyon jók, illetve olcsók is. Azon meg lehet tanulni az irányokat, hiszen hogyha ugye elkezdünk helizni egészen addig, amíg felénk van a gépnek a farka, előre pedig az eleje, addig nagyon jó, mert ha előre toljuk a botot, akkor előre fog megindulni a gép, hátra húzzuk hátra. De most, ha a helit magaddal szembe megfordítod, akkor ugye előre tolod a kart, akkor a heli nem előre fog elindulni, hanem ugye magad felé. Ezek az alaporientációk, amiket érdemes megtanulni, hogy a gép bárhogy áll a levegőbe, te bele tud képzelni magadat és jó irányba tud húzni a botokat. Akkor is, hogyha fordítva áll hozzád képest a gép. Láttam itt sok pilótánál, hogy fejtetőn tették nagyon sokat. Igen. A gépet, az miért van? Azt úgy lehet megoldani, amit mondtam, hogy van egy kollektív állásszögünk, ezzel a karral szabályozzuk, és ilyenkor, amikor ez középen van, akkor a lapátok állásszöge az 0 fok, tehát vízszintesek. Hogyha elkezdik fölfele tolni, akkor kapnak pozitív állásszöget, elkezdenek beleharapni a levegőbe, lefele tolják a levegőt és fölemelkedik vele a gép. Hogyha viszont a gépet megfordítjuk, akkor ugye itt most van pozitív állásszögünk, középen a 0 fok, így pedig a negatív állásszögünk, tehát így a rotorlapát a forgás irányához képest így fölfele tolják el a levegőt, vagyis hogyha a gép hanyatt van, akkor ugye megtartják ugyanúgy, mintha talpon lenne. A nap folyamán látványos bemutatókat láthatott a közönség.
Leave me covered in stardust.